Képzeld el, hogy Krisztián halála után, ez ugye egy jó pár nappal volt, utána otthon voltunk, május volt, akkor már nyitott volt a teraszajtó, jobb idő volt, és az Esztivel néztük a tévét a nappaliban, a Domika a kisfém fent aludt, mind a ketten elaludtunk, ez egy ilyen szokás nálunk, hogy alszunk a nappaliban, aztán utána felmegyünk, és képzeld el, hogy csörömpölés volt, mind a ketten. Ugyanarra a csörömpölésre felriadtunk. Hallottad ilyen? Gyerek fölment meg biztosan vissza. Elaludtunk megint. Újra ugyanaz a csörömpölés. Akkor már én megfogtam a nagykést. Kimentem, kihentem a kertbe. Minden bokorba. Májgeri és ott. Semmi. Mondom, hogy de várjál, van lent egy konditermünk, és ott van egy gépház. Mondom, hogy lehet, hogy a gépházban történt valami. Ott van egy jacuzzi, és alattam. Mondom, lehet, hogy valami alkatrész hullik ki belőle. Lementünk, és ott már ilyen fura zúgást hallottunk. A csörömpölést már nem. Tehát a csörömpölésnek szerintem annyi szerepe volt, hogyha most megpróbálok így egy kicsit ilyen spirituálisan elfogadva azt, hogy ez létezik. Amiben én szkeptikus vagyok, tehát én Istenben hiszek. De fogadjuk el, hogy ez a dolog létezik, és picit ilyen spirituális megközelítéssel álljon neki, tehát a csörömpölésnek mondjuk az volt a feladata, hogy mi felébredjünk. Amivel aztán utána soha többet nem volt ilyen csörömpölés. Soha többet. Tehát először volt, visszaaludtunk, másodszor volt, utána nem volt. Soha. Lementünk. Nem csörömpölés, hogy zúgás, ilyen sípoló zúgás. Mondom, mi ez? Még egyszer a konditerem. A konditeremben van egy ellipszis, van egy bicikli, van egy futógép, és van egy kondigép, amit, ezt most komolyan mondom, szerintem 2011-12-ben vehettünk, szinte soha nem használtuk, és az elején van egy ilyen kvarc kijelző, ami elemes. És mondja az Eszti, hogy ez a kondigép zúg. Mondom, tényleg. Na jó, én megyek fel a gyerekhez. Oké. Okay. Fogtam a kondigépnek, hogy ez az eleje. Így van rajta. De én, a kés még a kezemben volt, mondom, leszedem hátul, mert biztos az elem, tudod, hogy ha kifolyik az elem mondjuk 10 év alatt, akkor lehet, hogy valami zárlatot okoz, és nyilván ez történhetett. Elkezdtem hogy a hátuljáról megpróbálni lepattintani. De nem sikerült. És fogtam, mondom, megpróbálom előről. És esküszöm neked. Tudod, ezek a kvarc kijelzők, ami a régi kvarcon nem volt. Előre mentem, és azt írta ki, hogy Berki. Nem viccelek. Úgy... Amúgy ez annyira hihetetlen. De várjál. Úgy, hogy az utolsó, az ilyen, olyan, mint hogyha így szétesett volna ez a kijelző, és az utolsó meg ilyen vastag, tehát ilyen több-több pont volt. Tehát, de, oké. Okay. Megláttam, kiabáltam, hogy ezt így gyere le. Figyelj, ne, semmit nem mondtam, esküszöm, nem mondtam semmit. Mondtam, hogy ezt nézd. És elkezdett sikítani. Tehát nem én láttam. Nem én láttam benne azt, hogy ez van kiírva. Effektív, ez volt ott. És képzeld el, hogy tök jóban vagyunk a Kovács Magyar Andrással, ő egy... Barátnőm az járt hozzám, ilyen. Sok kurzust elvégzett. De várjad, elmondom a sztorit. Fél van az Andrást. 10:30 volt már. Ja, de én az Andrásod ugye pont akkor jártam, és korábban a Krisztián meg a FEM3-on csinált vele a Femáron Caféban egy interjút, és pont arról volt, hogy az András el tud engedni halottakat, akik ugye valamilyen oknál fogva. Tényleg erről szólt az interjú? Erről szólt a Krisztiánnal. És képzeld el, hogy ha zavart lélek olyan körülmények között hal meg, fegyver, drog, öngyilkosság, már nem tud elmenni. És képzeld el, film az András, mondom, ez történt. Azt mondja, Petikém, várj egy picit, mindjárt rámegyek, nem tudom, ilyen ingával. És mondja, hogy Petikém, az a helyzet, hogy ott van nálatok a Krisztián szellem. Kihangos, estő sikított. Na, megyünk innen, megyek a gyerekért. És mondja, hogy András, azt mondja, Petikém, én már ittam egy vörös bort, de ha eljössz értem, akkor elengedem.
És kezdetben beültem a kocsiba, elmentem őt, felhívtam az egyik barátomat, Zsoltit, aki mondta, hogy figyelj, ilyen biztos, hogy van. Mondtam, hogy jó, tehát pont vele beszéltem meg, oké, tehát két dolog lehet. Vagy nincs ilyen, és akkor nincs ott a szellem, akkor megnyugszunk. Vagy ha vannak szellemek, akkor viszont fogadjuk el, hogy ez az ember erre képes, akkor meg ez a megoldás. Igen. Tehát ezzel rosszat nem teszünk. Jó, mentünk, felvettem az andást, elindultunk. Az esti áthívta a lába Timéket, mert annyira félt, hogy álltak a konyhában, egy sarokban, a nappaliban. Nem mertek lemenni, semmit nem mertek csinálni. Megjött az András, és ugye annyira durva volt, hogy mondta, lementünk, és mondta, hogy ez itt volt. És mivel elmondtam neki nagyjából, hogy hol volt, tehát ilyen nagyon nem tévedett, és azt mondta, hogy menjünk oda, és hogy nézzük meg, hogy ott melegebb a levegő. És az a dolog, hogy melegebb volt ott a levegő. Ezóta annyiszor próbálom így nézni, hogy van-e ilyen. És elengedte, és mondta, hogy ez az, utána nagyon sokat beszélgettünk erről a szellemvilágról, ami hozzám tényleg nem áll közel. Én nálam a Biblia, a Szentírás, Máté evangéliumát szinte kívülről tudom, nem nagyon van a Bibliában ilyen. De még egyszer mondom, hogyha elfogadjuk ezt a részét, akkor fogadjuk el azt is, hogy ő ehhez ért. És elmondta, hogy én voltam a közvetítő, mert a Krisztián vele nem volt olyan viszonyban, viszont tudta azt, hogy ő neki, hogy ő el akar menni, és tudta, hogy én az Andrással jóban vagyok. Szóval ez nagyon-nagyon fura ez az egész dolog. Nagyon fura. Egy ideig nem is mondtuk el senkinek, mert biztos voltam benne, hogy hülyének néznek. Aztán elkezdtem szondázni az embereket, elmondtam egy-két embernek, és nagyon-nagyon sok emberrel történt már hasonló. Hát sok érdekes dolog történt egyébként velem is. Na, ilyenkor sokszor azt hiszi az ember, hogy kapaszkodik valamibe, és a véletlenek, de olyan sok véletlen tud egyébként történni, hogy azt már így nem hiszed el egyébként. Elmesélek egy vicces sztorit. Krisztián az utóbbi időben annyira anyukámmal nem volt jóban egyébként. És ugye pakoltunk a lakásban, és egy ilyen kódos rendszeren keresztül lehetett a garázsból bemenni, és kezdve anyukám hiába ütötte a kódot, nem tudott bejönni. És a húgomnak az akkori pályát, a Mikit nagyon-nagyon szerette a Krisztián, ott állt anya mellett, Miki beütötte, rögtön kinyitott az ajtó. De ez már ilyen sorozatos, ilyen összefüggés sorozatoknak volt egyébként, a liftbe is volt ilyen sztori, akkor besípolt, beriasztott, akkor nekem érdekes a kocsinak a kijelzője, nagyon érdekes, hogy ilyenkor ugye azt mondják, ezek az elektro hullámok működnek másképp, akkor én megmondom őszintén, nekem annyira utána olyan annyira hihetetlen volt, hogy megmondom őszintén, bementem a halottas házba, és nekem meg kellett, nem hittem el. Nem, tehát, hogy nekem, nem is az, hogy nem hittem el, mert tudtam, de nekem így, nekem ez, tehát, hogy ahhoz, hogy fölfogjam, hogy elhiggyem, hogy ez nem csak egy sztori, mert a Krisztián évekkel ezelőtt egyébként ő kitalálta, hogy ő megszervezi az ő saját halálát, a temetését, meg mindent a műsorban, és akkor mondtam, hogy ezt felejts el. De onnan tudjuk, hogy nem ez történt. Hát biztos, hogy nem ez történt. Ezért mentél be a halottas házba? Én nekem látnom kellett, tehát hogy ő ott, mert én láttam egyébként, akkor is láttam egy pillanatra, ugye, amikor meghalt, viszont ezt, hogy fölfogjam, hogy elhiggyem, és kezdve bementem, és lekapcsolt az áram. Nagyon érdekes. De ott volt? Ott, igen. És ott láttad? Persze, hogy igen. És lekapcsolt, nagyon érdekes, lekapcsolt. De hogy volt erőd meg? Lekapcsolt az áram. Mit csináltál? Hát megnéztem. De hozzáértem? Én megmondom, megmondom őszintén, nagyon érdekes volt, otthon ültem, és azon gondolkodtam, hogy valami el akartam így búcsúzni tőle, hogy bennem volt alkalmunk. Nekünk egyébként az utolsó SMS, meg mindenki, hogy jaj, hogy milyenek voltunk, hogy voltunk, tehát nekünk az utolsó SMS váltásunk az volt, ugye, hogy ő is szeret, én is szeretem, tehát hogy volt egy új műsor a fejébe, sokszor ugye azt hitte, hogy mert ő azt gondolta, hogy én el akarom hagyni, én azt szerettem volna, hogy változtasson dolgokon, és ugye nem történt ugye változás az életébe, és de, tehát hogy én mondtam neki, hogy nem az a megoldás, hogy elválunk, hanem az, hogy megoldjuk a problémát, mert egy házasság, azért házasság, egy női férfi viszony, hogy tűzön vizen át, és jóban is, rosszban is. Aztán, ha tényleg nem tudjuk megoldani a problémát, akkor lehet külön úton folytatni, de azt gondolom, hogy ezt lehet szépen tisztességesen is megtenni. És ültem otthon,
ott a bány egy ilyen bár volt otthon, egy ilyen bárszéken, és gondolkoztam, hogy mit vegyek be. És rögtön beugrott, hogy hát be kell, hogy ezt nem tudom mondani, hogy Péter, de be kell, hogy parfümözzem őt. Mert hogy így nem mehet el. És ezt nem tudom neked megmondani, de valahogy egy ilyen be kellett, hogy menjek, és be kellett fújni, és nekem ez egy ilyen, erről nem de nagyon meséltem. De halott a sázba befújt a parfüm. Én bementem, és megkértem, hogy hagyd menjek, hogy ezt muszáj. Egyébként vannak ilyen kérések. De egyedül hagytak vele? Nem. Nem, vannak egyébként ilyen kérések, ugye ez egy hűtőház. Ugye már vannak ilyen kérések egyébként, tehát nem az enyém volt az első ilyen. De utána őt elhangasztották, nem? Igen, de be kell. De hogy fújjam be parfümmel, kaptam egy ilyen üzenetet, nagyon érdekes volt. Nök sokan ilyenkor lehet egyébként, ezt az ember beképzeli, vagy gondolata, mert ugye elkezdtem gondolkodni, hogy mi volt, tehát a Krisztián mindig szétfújta magát parfümmel egyébként, neki ez volt a jó megjelenés, jó illata, tehát hogy ő neki egy ilyen, hogy ő neki így muszáj úgy elmennie. Én most amikor meghalt, én utána kértem. Meghalt, akkor kérted, hogy föntről figyelj, hogy ez orrátok.